Helyszíni bejárás az új autóbusz telephelyen Nyíregyházán. Az útburkolatok és a parkolók már elkészültek, az iroda és portaépületben a befejező munkálatokat végzik, a javítócsarnokban pedig szerelvényezés zajlik. A több mint 8 milliárd forintos közlekedésfejlesztési beruházás 2017-ben kezdődött. Akkor 41 darab sűrített földgázzal üzemelő, úgynevezett CNG buszt szerzett be a város. Ezekhez további források lehívásával töltőállomást is kialakítottak ezen a helyszínen. Az volt a fő célunk, hogy a városban a legkisebb környezetszennyező buszok legyenek, és egy olyan telephely, hát mindenki ismeri, vagy gondolom kívülről látja, hogy a Korányin milyen a volánbusz telephelye, ami a következő évtizedekre is jó, modern, környezetkímélő ez is. Azért mondom, mert itt 25-17 kilowatt napelem van a két épületen, az irodaházon, a javítócsarnokon. Ez már egy olyan kapacitás, amivel azért lehet gazdálkodni. A 2017 óta zajló több elemből álló program évről évre bővült, emiatt a kivitelezéshez szükséges forrás összege is jelentősen emelkedett. Azzal indítottunk, hogy 100%-os támogatású pályázatot nyertünk 5 milliárddal, amiből meglett a 41 busz, gázüzemű busz, de aztán felemeltük, hogy telephelyünk is legyen 7 milliárdra, majd a költségnövekedések miatt 8,1 milliárd lett a vége. Az egykori vai laktanya területek korábban a város rozsdaövezetének számított, mostanra azonban már 21. századi létesítményeknek ad otthont. Korábban technológiai transferközpont és modern munkásszálló is épült a helyszínen. A zöld felületek rendezése is folyamatban van. Fa cserje ültetés, humuszterítés, füvesítés is zajlik a területen.